Üdvözlöm nézőinket! Friss napszemlét hoztunk, már is mutatjuk a fontosabb témákat. Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Monturist Kft. A gyergyószentmiklósi tanácsosok ismét utolsó percben kapták meg a meghívót. 100 éves születésnapot ünnepeltek kedden a Szent Erzsébet idősek otthonában. Nagyszabású építkezések, felújítási munkálatok kezdődnek el idén Gyergyóditróban. Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Monturist Kft. A gyergyószentmiklósi tanácsosok ismét utolsó percen kapták meg az ülés összehívóját. Esélyük sincs, hogy a megbeszélendő témákhoz hozzászóljanak. Holott a napirend szerint terben van Gyergyószentmiklós tulajdon részének 49-ről alig 15%-ra csökkentése is. Megismétlődni látszik az egyszer már bevált forgatókönyv a Monturist közgyűlésének összehívása kapcsán. A gyergyószentmiklósi tanácsosok utolsó pillanatban tudták meg az összehívását. 10 nappal a közgyűlés előtt kapták meg a meghívót, s ez a határideje a módosítási javaslatoknak is. Történik mindez annak ellenére, hogy már április 21-én megszületett az összehívó, ekkor iktatta a cég, tájékoztatott Bajkó László gyergyószentmiklósi tanácsos. Kiküldés pillanatától, tehát a tegnaptól kezdődően még van 10 nap arra, a közgyűlés határidőig, és pont ezt a 10 napot határozza meg a 31-es törvény, nem utolsó sorban a cégnek a statutumja, hogy mindenképpen kötelező, hogy megkapják a részvényesek 10 nappal hamarabb az ilyen összehívókot. Azt is tudni kell, hogy ugyanazok a szabályok azt is elmondják, hogy csak 10 napig lehet beleszólni, vagy észrevételezni bármit egy közgyűlés összehívásába, javaslatot tenni, vagy egyáltalán pótolni, vagy levételt kérni. Tehát úgy értsük, hogy a 10 nap van még, az alatt az idő alatt már nem lehet. Nem lehet. Tehát pontosan azon, abban az utolsó percben jött, amikor gyakorlatilag egy tanács, sőt a tanács még azelőtt 3-4 nappal is nehezen tud dönteni, mert össze kell hívni a tanácsülést, mondjuk hivatalos formában meg kell fogalmazni bármit, és erre nincs idő. De ez a 10 nap, ez egy most már második alkalom, ez a rendszer, tehát az önkormányzás rendszer szerint, ez szó szerint egy átverés, tehát egy olyan átverés, amit azért időzítettek így, vagy időzítnek általában így, máshol is, ha ilyen csinálnak, hogy az önkormányzat, vagy az entitás, aki részvényes, az abszolút ne tudjon beleszólni. És ez így van, tehát hogyha a 21-én, 4. hónapban ezt mondjuk keltezték, és ezt a Kft. Gyakorlatilag kiküldte, gondolom Magyarországra azért van ez a dátum, akkor nekünk 10-ére jutott be. És az is, hogy egyáltalán 5 napot ott ült a városba addig a percig, órára, percre pontosan, hogy a 10 napot épp hogy csak érjük meg. Annak ellenére próbálják mellőzni a gyergyói fél véleményét, hogy a napirenden szó van a tulajdonosi arányok nagymértékű változtatásáról. Az összehívónak az egyes pontja az a napirendek elfogadása, a kettes pontja pedig a Kft. Törstökeinek bizony ilyen-olyan fajta mozgatásra csökkentése, és ez, ami minket érint, mint Gyergyószentmiklós Város Tanácsát, ez nem más, hivatkoznak a 71/2008-as törvényre, tehát törvényre, tanácshatározatra, ami alapján ugye 16.000 négyzetméter kivevődött a Kft.-ből, tehát a Kft. Törstökeiből és a koncesziós szerződésből, és különböző egyelőre érthetetlen, tehát félig meddig érthető matematikai számítások alapján megállapították, hogy amennyiben a közgyűlés ezt jóvá hagyja, akkor a Gyergyószentmiklósnak marad 15,149%, tehát 15,149% részvénye. A GOESZ-nak felemelkedik a részvénye 4,06%-ra, és a többségi tulajdonos, aki most is többségi tulajdonos, az nagyon többségivé válik, 80,788%-os arányba lesz a Kft. Tulajdonosa. Ezt avval támaszta alá a Török Csaba adminisztrátor, tehát mondom a 71/2008-as tanácshatározattal, és annak a 2022-ben megkötött mellékletivel, amit Török Csaba és Csergő Tibor polgármester hozott, tehát úgymond kötött egymással, mint város és Monturist, annak érdekében, hogy szentesítették a 2008-as tanácshatározatba foglaltakot. Megváltoztatnák a közgyűlésen a szavazás módját is. Eddig úgy születtek döntések, hogy a részvények és a tulajdonosok többsége is kellett hozzájuk. A javasolt módosítás szerint ezentúl csak a részvények aránya számítana.
Részvények adásvétele kapcsán pedig ezzel eddig minden részvényes egyet kellett értsen, egyetlen többségi tulajdonosi voks is elég lenne. Már a meglévő formában is, az 51%-os formában is csak a budapesti önkormányzatot favorizálja, és ő lesz az egyedüli döntő. Ebben, ha az új verzió elfogadódik, akkor ez a 80%-akárhány, ez ugyanazt mondja, hogy ettől arrafelé, mondjuk úgy, hogy egy ötödik kerületi diktatúra alapján fognak a KFT-be mindent dönteni, tehát nem is annyira a KFT-be, mint a KFT sorsát gardírozni adminisztrátor szempontjából, sőt leszögeződik, hogy és ez egy érdekes helyzet, hogy az részvények adásvétele, amihez az eddigi statutumban minden egyes részvényes rész kellett vegyen és bele kellett egyezni, az most már oda akarja változtatni, hogy akár az az egy, ha beleegyezik a többségi tulajdonos. Na most ez érezhető az, hogy mondjuk úgy, hogy egy egész hosszas terv alapján működik az egész, mert így kinyílik a kapu, hogy azokat a részvényeket, amit török vissza kellett adjon, az édesanyja nevében vásárolt részvényeket, azt, hogy ha ezt így átviszik, akkor attól arra felé igenis már nem kell három tulajdonos szavazata, hanem csak egy. És nagyon valószínű, hogy ha ez a forgatókönyv megy tovább, akkor az lesz a lényege, hogy igenis bekerül egy így külső magánszemély ennek a vállalatnak a tulajdonába. Bajkó leszögezte, egyértelműen a város érdekei ellen szóló folyamatok zajlanak a Monturiszt témakörében. A csíkszeredai nyári útkarbantartási munkálatok keretében folytatódik a Székútja felső, a Kornettől a Szent István otthonig tartó szakaszának felújítása. Annak érdekében, hogy a munkálatokat a pünkösdi búcsúig befejezhessék, ma és holnap is lesz útlezárás. A városházi értesítő szerint május 11-én 9 és 17 óra között számolhatnak a lezárt útszakasszal az arra közlekedők. 100 éves születésnapot ünnepeltek kedden a Szent Erzsébet idősek otthonában. Bence Margitot, az intézmény legidősebb lakóját, családtagjai és szerettei, valamint az otthon munkatársai is köszöntötték. Margit néni minden jelenlévőnek azt kívánta, hogy érjék meg az ő korát szeretetben, úgy, ahogy neki is megadatott. Ünnepnap volt a Szent Erzsébet idősek otthonában május 9-e. Az intézmény fennállása óta a 7. száz éves lakót ünnepelhették. Drága Margit néni, a Szent Erzsébet idősek otthona munkaközössége nevében nagy-nagy szeretettel köszöntjük ezen a csodálatos napon, hiszen ma tetszett 100 éves lenni. Az otthonunk életében 7. alkalommal ünnepelünk 100 éves lakót. Margit néni 2020. június 24-én érkezett ide az otthonba, ebbe a nagy családba, hogy szépítse a mi életünket. Az élet a Jóisten ajándéka. És valamikor Margit néni is, mint a magocskát, ahogy elülteti, úgy megfogal, és fejlődik, és nő, és leveleket, és virágokat, egyre több virágot, egyre több rózsát, és egyre több szegfüvet, tulipán, és egy csodálatos csokrot kötött össze a gyermekeiből, az unokáiból. És a dédunokáiból azt gondolom, hogy az életben ez a legcsodálatosabb, amikor az embert a családja, a szerettei körülveszik. Sokat tanultunk Margit nénitől, hiszen a mosoly az soha nem tűnt el az arcáról, és azt gondolom, hogy a mosoly olyan, hogyha kifele látjuk, akkor befele is megy. Vagy belülről jön, és kifele sugárzik. Bármi volt a mindennapokban, soha nem láttuk, nem mosolyogni. És egy Goethe idézettel szeretném köszönteni, a boldogságot nem lehet ajándéka kapni, adni, mindig csak adni, jó szót, hitet, szeretetet és önzetlen, tiszta szeretetet. A Jóisten éltesse sokáig. Bence Margit néni gyerekei, unokái, déd és ükunokái körében fogadta Sajgó Balázs plébános, a Caritas lelki igazgatójának áldását. Áldjon és őrizzen téged a mindenható Isten! Adjon neked békességet, erőt, kitartást, hogy mindazért, amit hálát adtunk,
azt tovább is megtapasztald, és földi vándorutadon kísérjen téged a Szent Háromságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Jó Isten, értesse sokat! Családtagjai azt mesélték, Margit néni mindig mosolygós volt, a nagy nehézségeket méltósággal fogadta, a kisebb megpróbáltatásokon mosollyal tette túl magát. István fia mondta el, még amikor gyermekként testvéreivel rosszalkodtak, akkor is mosoly volt a válasza. Margit néni, gondolta volna-e, hogy megéri a 100 évet? Nem. Nem, sose. És akkor most milyen érzés itt lenni? Nagyon jó. Nagyon jó, látom a szeretetét. Vannak ők unokák is. Igen. Mit tetszik nekik kívánni, hogy milyen legyen az életük, hogyha felnőnek? Hát, olyan mindent, hogy a szeretet volt. Imádság. Családban, gyermekek közt mindenhol. Mindegyik meg az egész unokák. Ők unokák minden. A szeretetből éljenek, és az imádságból, és a munkából. Kevesen ünnepelhetik meg a 100 évet, nem is kell megvárni a kerekéfordulót ahhoz, hogy ünnepeljünk. Sajgó Balázs plébános szerint minden napnak megvan, meg kell legyen a maga öröme. Ez valóban egy nagy ajándék, hogy valaki megél 100 évet ezen a földön, és szerintem tényleg örömünnep, mert a 100, a kerek számok amúgy is a teljességet fejezik ki, a teljességre utalnak. Viszont a teljességgel megélt élet titka az, hogy minden napot teljességben éljünk. Jó magam erről a 100 évről nem tudok beszélni, mert még nem értem odáig, de egyre inkább azt érzem és azt tapasztalom, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy minden napot a maga teljességében próbálunk megélni az itt és a mostot, hiszen az Isten az nem volt és nem lesz, hanem jelen van. És az ő jelenlétében helyezzük magunkat, ez lehet egy titka annak, hogy sok minden fölösleges dolgot kiküszöböljünk az életünkből, és igazi létünk legyen, és az a lét már most van. Az otthon alkalmazottai és Bence Margit néni családtagjai együtt mondták a hálaimát. Mindenért, amit adtál, hálát adok Isten Istenem. Mindenért, amit elvettél, hálát adok Isten Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet, hálát adok Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, család tagjaimért, akikkel gazdagítottál, hálát adok Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok Istenem. A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Istenem. Anyák napja alkalmából május 7-e és 14-e között tartják az édesanyák hetét a Gyergyói medencében. A programsorozat múlt hétvégén táborral kezdődött, hétfőn a Gyergyói medence édesanyjai kaféval folytatódott, és sok különleges program zajlott mindmáig. Az egyhetes rendezvény a különféle mozgásformák kipróbálásától a szülésznőgyógyász előadásáig még sok mindent tartogat. Egy-egy esemény nem csak az adott település édesanyáinak szól, hanem nyitott a Gyergyói medence összes édesanyja számára. A belépés minden programra díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges, melyet az adott program felelősénél lehet megtenni. Elkezdődik a tömbházak felújítása, az új napközi és a sportbázis építése, a községháza felújítása. Mindezen munkálatok Ditróban zajlanak majd a következő hónapokban. Erre készül a községvezetés.
Mint arról korábban beszámoltunk, sikeres pályázatoknak köszönhetően több fontos projekt van folyamatban Ditróban. Megújulnak a tömbházak, lesz korszerű napközi, valamint több funkciós sportbázis is. Ezek közül több esetében a kivitelezés is elkezdődik a következő időszakban. Az egyeztetések előkészítés folyamata zajlik jelenleg. Hát jelen pillanatban Ditróban nagyon sok projekt, gyakorlatilag azt is mondnák, hogy azonos fázisban van. A tervezési fázis utolsó szakaszában éppen most voltak a tömbházakkal az utolsó egyeztetések, ahol a lakók és az önkormányzat segítségével a tervezőhöz juttatjuk azokat az információkat, amelyek szükséges ahhoz, hogy most már le tudjuk zárni a tervezést. Hát én remélem, mindig rám kérdeznek ilyenkor, na, mikor kezdődik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ember tervez, Isten végez, soha nem lehet tudni, hogy mikor. Nyilván van egy számításunk, hogy szeretnénk ezt csinálni. Hogyha ez így bejön, akkor azt gondolom, hogy a nyáron több projekt is el fog indulni. Tehát így el fog indulni a tömbházszigetelés, el fog indulni a napközi óda bölcsőde építése, és remélhetőleg, hát most már hamarabb nem, de az ősz folyamára tippeljük, úgy akkorra van előkészítve, hogy el tud indulni a sportbázis építése. Az építkezések mellett útjavításra is kap támogatást Ditró, a tervezés már lezárult. A többi mellett ezt a munkálatot is nagyon várják a lakosok. Szeretnénk az önkormányzat épületét is, most már májusban május végéig el kell indítani a liciteket, valószínűleg júniusban, ha minden jó lesz, ott is kellene dolgozni. Tehát itt a nyár folyamán azt mondom, hogy egy nagy ilyen építőtelep lesz Ditrónak egy-egy része. Én örülök neki, hiszen ugyanott a következő nagy beruházásunk az utak, ami 24 utcát aszfaltozunk le. Ez is most már a terveket leadtuk a minisztériumban. Napokon belül várjuk, hogy írjuk alá a finanszírozási szerződést. Közben elindítottuk a liciteket. Tehát folyamatosan dolgozunk, és folyamatban vannak mindezek a munkálatok. Mert hát meg szeretném fogni, hogy az idén és jövő év végéig nagyjából ezeket tudjuk lezárni. Legtöbben arra kíváncsiak, hogy az egyes munkálatok kivitelezésére mikor kerül sor. Azonban a polgármester türelmet kér, hiszen a tényleges munkát megelőzően nagyon sok teendő van az ilyen nagy projektek esetében. A tehéntartók állatonként 73 eurós pénzügyi támogatást kapnak az ukrajnai háború okozta válság által érintett tevékenységük támogatására, jelentette be szerdán a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A kifizetésre engedélyezett összeg 102 milliárd lej, mindössze 12 ezer kedvezményezett számára. Az összeget állami költségvetésből a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésén keresztül nyújtják a kérelmezőknek, akik az Ukrajna elleni orosz agresszió okozta válsággal küzdenek. Markó Attila volt kisebbségügyi államtitkár, a romániai mélyállam ártatlan áldozata, véli Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke. Visszatérését Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármesterrel együtt üdvözölték. 15 évnyi jogi küzdelem és több mint 8 évnyi magyarországi kényszeremigrációban eltöltött idő után hazatért Markó Attila, volt kisebbségügyi államtitkár. Elvezett a csillagom, hazavezetett a csillagom. Akinek a meghurcoltatása a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatási ügyével kezdődött, ám akit mostanra minden ügyében felmentettek. Románia kirakat ország, Markó Attila pedig ennek az ártatlan áldozata. Foglalt állást az ügy kapcsán Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanácselnöke. Azon a sajtótájékoztatón, amelyen Markó Attila bejelentette, visszatér a közéletbe. Markó Attila egy ártatlan áldozata a román mélyállam rezonának. Ugyanis, hogyha kontextust nézzük és látjuk, azt pontosan mi, akik hosszabb ideje benne vagyunk a politizálás fősodrában, pontosan tudjuk, hogy 1993-ban volt Románia Európa tanácsi felvétele, ahol annak idején az RMDSZ egy komoly memorandumot tett le az Európa tanács asztalára, többek között a visszaszolgáltatások kérdésében. Termőföldek, erdők, ingatlanok, egyházi ingatlanok nagyszámú visszaszolgáltatási ügyei kezdődtek meg ekkor. Mivel a román kormány akkoriban az Európa tanács, később a NATO, majd az Európai Unió felvételi kritériumainak szeretett volna megfelelni, neki kívánta felmutatni azokat a jogszabályokat, amik kapcsán csak az egyházi ingatlanok közül 1100 visszaszolgáltatását bonyolították le.
Miután a felvételek sikeresen megtörténtek, a kormány nem csak leállította a visszaszolgáltatásokat, hanem jogi úton visszakövetelte az ingatlanok, közbirtokosságok egy részét. A Mikó kollégium mellett számos intézmény kapcsán indítottak pereket, de az egyik legszimbolikusabb ingatlan a sepsiszentgyörgyi épület volt. Így lett ártatlan áldozata Markó Attila a romániai kirakatállamnak. Fejezte be beszédét a tanácselnök. Ebben az időszakban szorosan összefonódott az igazságszolgáltatás és a titkosszolgálatok. Az uniós csatlakozás után pedig a restitúciós folyamat látványosan leállt. Újabb bemutatóval készül a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Május 12-én színpadra viszik a Két Korea újraegyesítése című darabot, amiben 10 nem összefüggő jelenetben a nő-férfi viszonyt boncolgatják. Joël Pomra a Két Korea újraegyesítése című kortárs francia darabját mutatja be a Gyergyószentmiklósi Társulat. Joël Pomra a mai francia színház egyik legizgalmasabb írója, alkotója, rendezője. Munkamódszere a színészekkel történő állandó kísérletezésen és improvizáción alapul. Az előadást Pálffy Tibor, jelenleg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, korábban a Figura Stúdió Színház színésze, rendezésében láthatja a gyergyószentmiklósi közönség. Egy új tér mindig új kihívások, új lehetőségek, új, az új egy nagyon izgalmas terület, és színházilag is mindig arra vagyunk kárhoztatva, hogy az újat keressük, az új formákat, az új eszközöket, az saját magunk új oldalát. Valószínűleg ezért is kóstoltam, vagy kóstolok bele ebbe a műfajba, hogy rendezőként dolgozzak. Bár azt veszem észre magamon, hogy továbbra is azt a fajta munkát kívánom, akár rendezőként is, ahol van egy kemény alkotó csapat. Így izgalmas számomra dolgozni, és valószínűleg így kötődik nagyon erősen a figuránál eltöltött évekkel, hogy itt is egy nagyon erős alkotócsapat verődött össze 30 évvel ezelőtt, és mély nyomot hagyott bennem, tehát én ebben tudok létezni a csapatban. A darab egy kollásszerű massza, egymástól függetlenül jeleneteket, történeteket mutat be a férfi-nő viszony, illetve a szerelem tematikája mentén, amelynek nagyon erős alapja a szöveg, amivel Deák Katalin dramaturg dolgozott. Hát a darab választás az ugye a Tein Teatrum sorozatban ez a szöveg ugye egyszer csak bekerült, az egy ilyen felolvasó színházi estek sorozat, és már akkor nagyon izgalmasnak tűnt, és azt mondtam, hogy én ezzel szeretnék valahogy valamilyen formában foglalkozni. Én a lehetőséget láttam ebben a szövegben, mármint azt a fajta színházi játékot, amit igazából keresek. Tehát az érzelmek megfogalmazása különböző színházi eszközökkel. És ez a szöveg tökéletesen alkalmas. Az örök érvényű témát boncolgató előadást Gábor Zsófia, díszletjelmeztervező, egy semleges, ugyanakkor képlékeny térbe képzelte el, ahol lehetőség nyílik felerősíteni a nő-férfi közötti problémákat. A természetesből észrevétlenül abszurdá váló szerelmi helyzeteket, az egymástól látszólag függetlenül jeleneteket Bezsán Noémi koreográfia és Boros Csaba zeneszerző által jegyzett zenei etitűdök egészítik ki és fonják össze egy előadássá. A cím megtévesztő lehet a néző számára, azonban a darabban a férfi és nő közötti viszonyt boncolgatja. A cím az valóban megtévesztő, de
de nagyon találó egyébként, mert ha valaki belegondol abban, hogy valaha megtörténhet az, hogy Észak és Dél-Korea egyesüljön, az rögtön rájön, hogy ez lehetetlen. Ez soha nem fog megtörténni, valószínű. Hát ki tudja, mert annyi minden történik, amire azt mondtuk, hogy lehetetlen, hogy megtörténjen. Még az is előfordulhat, hogy valamikor ez a két ország, nemzet, egy nemzet, két ország, vagy nem tudom, ez valaha igazából egyesüljön. És ugyanez a helyzet a férfi és a nő közti kapcsolattal, hogy feltevődik a kérdés. Tud ez a két lény egyesülni érdemben, tehát úgy egyesülni, hogy egyek legyenek? S ha valaki kíváncsi erre, akkor jöjjön, nézze meg ezt az előadást. A május 12-i bemutatóra jegyek elfogytak, de további két alkalommal kerül műsorra, május 13-án és 18-án, mindkét alkalommal a megszokott este 7 órai kezdettel. Jegyek elővételben, a figura.ro weboldalon, vagy előadás előtt fél órával a helyszínen. Helyfoglalás és információk a képernyőn látható telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen. A Gyilkostónál indul, a város végén ér majd célba az idei Erős Zsolt teljesítménytúra mind a 4 útvonala. Helyszíni regisztráció ezúttal nem lesz, csak előzetes online regisztrálással lehet a rendezvényen részt venni. A bejelentkezés határideje május 14-e, e hét vasárnapja. A megszokottól eltérő módon szervezik idén az Erős Zsolt teljesítménytúrát. Nem a városból, hanem a Gyilkostótól indulnak a benevezők. Május 19-én, pénteken a Salamon Ernő gimnázium előtt megemlékezésre kerül sor, az aznap éppen 10 éve eltűnt Erős Zsoltra. Másnap reggel 6 órakor és 7:30 autóbusz indul a Gyilkostóhoz a Hétvirág panzió parkolójából. Ezzel mehetnek ki a tóhoz a túrázók, előzetes jegyvásárlással a bejelentkezéskor. 7 és 9 óra között lehet indulni a túrákra, tömegrajt nem lesz. Szombaton, május 20-án a Hétvirág panziótól fognak indulni autóbuszok a Gyilkostóhoz, és a tömegrajt is elmarad, tehát úgy van, hogy 7 órától 9 óráig lehet a túrába indulni, tehát bárki, aki magánautóval, vagy gyalogosan, vagy éppen autóbuszt igényel, tehát 7-től 9-ig tudja a turába, tud elindulni. Tehát a tömeg rajta elmarad. Ez nagyon fontos, amit még nagyon kell tudni az, hogy az idéntől bevezettük azt, hogy egyáltalán helyszín nem lehet regisztrálni, tehát megkérek minden turázót, hogyha lehetségük van és szeretnének venni ezen a turán, akkor jelentkezzenek be online. Az ekegyergyó.ru honlapon lehet nevezni a teljesítménytúrára. A részt venni szándékozók egy kerékpáros útszakasz és 3 gyalogos táv közül választhatnak, 20, 30 vagy 50 kilométeres szakaszon. A bennevezési díja az 90 lej, ami tartalmazza a frissítőpontnál az ellátást, tehát víz, gyümölcs, zsíros kenyér, lekváros kenyér, tartalmaz egy kis csomagot, amit adunk banántalmát és csokoládét az útra, az itiner, tehát az útleírást és egy kitűzőt és egy oklevelet fognak kapni, akik teljesítik a megadott időbe a túrát. A túrázók a városvégi Hétvirág panziónál érnek célba majd, meleg egy tál étellel fogadják ott őket. Lazításképpen filmvetítés lesz este, a Magasságok és mélységek című Erős Zsolt özvegyének gyászmunkájáról szóló filmet nézik majd meg együtt. Utána tábortűz és közös szórakozás várható. Aki szállást igényel, saját magának kell gondoskodnia róla. A túraútvonalak részletes leírása egy héttel az esemény előtt lesz közzétéve a Gyergyói Eke honlapján.
Most pedig nézzük a nap fontosabb témáit még egyszer röviden. Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Monturist Kft. A gyergyószentmiklósi tanácsosok ismét utolsó percben kapták meg a meghívót. 100 éves születésnapot ünnepeltek kedden a Szent Erzsébet idősek otthonában. Nagyszabású építkezések, felújítási munkálatok kezdődnek el idén Gyergyóditróban. Ezek voltak híreink ma, köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.